Tegnap Instagramra kiraktam ezt a portrét magamról, és azt a szöveget írtam hozzá, hogy kedves leharcolt EOS M6. Ez a kamera, amivel felveszem ezt a videót is. A nevedben nem véletlenül van egyetlen M. Értitek? Egyetlen M, mert hogy M6, és egyetlen M. Már hogy ez egy ilyen érzelgős szöveg egy kamerához. Ezzel a képpel köszönöm, hogy kitartottál mellettem. Ez az angol változatban úgy hangzik, hogy take this picture as an appreciation of your service. Tehát, hogy csináld ezt a képet, take this picture, és hogy fogadd ezt a képet. Nagyon trükkös vagyok. Nem megyek bele minden egyes poén magyarázatába. Ezzel a képpel köszönöm, hogy kitartottál mellettem. Nem volt könnyű. Sokszor egy akciókamera is megirigyelte volna az állóképességedet. Bányában beázás... Másfél-két éve nem vágtam meg azt a videót, amikor Tatabányom mellett voltunk egy vízbányában, ahonnan lényegében fél Komárom-Esztergom megye kapja a vízellátását. Hát igen, oda ezzel a normál kamerával mentem el, és nem nagyon élvezte azt a környezetet. Téli csillagnézős mínuszok. Az volt talán az első projekt jó pár évvel ezelőtt, amikor csillagmozgást szerettem volna rögzíteni. Kiraktam egész éjszakára mínusz, nem tudom, nagyon sok fokba a kamerát, és az aksia annyira jól bírta, hogy akkor szerettem bele ebbe a gépbe. Akkor, vagy legalábbis akkor nem bántam meg azt, hogy ezt a gépet vettem meg. Tududu. És egy sor béna baleset, amiről csak mi ketten tudunk. És ez szerintem lehet, hogy jobb is így. Hamarosan a tesóddal folytatom majd a videózást. Tudod, családban marad. Mert hogy az is Canon lesz, ráadásul ennek egy nagyon-nagyon közeli rokona, erre mindjárt visszatérek. Előre szólok, hogy nem azért vettem új kamerát, mert az csillogóbb, több dolgot tud, vagy valami, mert ez is tökéletesen alkalmas volt a célra, viszont hát most már ennek vannak hibái, és nem függetlenül attól, hogy milyen helyzeteknek volt kitéve szerencsétlen. Fogalmazunk úgy, hogy kicsit most már nagyot hal, néha erősen recsegnek, ropognak a gombjai, stb. Hát ezt át tudom érezni mostanában nekem, és derekam eléggé recseg, ropog mostanában. Na mindegy. Vagy csak fotózgatunk kettesben, mint régen, teléket, makrókat, tereket, és a terekben embereket. Mert hogy igazság szerint én eléggé szerettem fotózni mindig is, leginkább magamnak, nem azért, hogy ezt megmutassam a nagyvilágnak, hanem azért, mert élvezem azt a kreatív folyamatot, amikor csinálhatok különböző fényképeket, de ennek bizonyos részeit is láttátok különböző vlog vagy videó részletekben, amikor eltökölök órákat azzal, hogy egy madár merre repül, vagy egy rovart, hogy tudok megmutatni egy fűszálon, ahogy átfordulható, azzal megy el az időm, és ezért nem csinálok tartalmakat akkora, de mindegy, ebben most ne menjünk bele. Szóval, ez lesz az a doboz, amit most kicsomagolok. Nagyjából, mikor? Három hete vettem, azóta kicsomagolatlanul ül itthon. Hát nem az instant gratifikációnak vagyok a híve, az ebből látszik, de előtte itt van egy másik csomag, amit Instagramon nyomon követhettetek, mert hogy kaptam a Magyar Postától egy üzenetet múlt héten. Kaptam a Magyar Postától egy üzenetet, hogy a csomagja a kézbesítőhöz került, rövidesen kiszállítjuk önnek. Én meg ott ültem, hogy ez nagyon izgalmas, csak nem rendeltem semmit. És amikor megérkezett a postás, alig, hogy ezt posztoltam egyébként, megkaptam ezt a kis csomagot, és amikor rájöttem, hogy kitől van, Dörner Csengétől egyébként, ha nem ismeritek a videóit, akkor most azonnal menjetek át, vagy legalábbis néhány perc múlva, menjetek majd át a csatornájára. Nagyon jó közgazdaságtani, ismeretterjesztő anyagokat készít, imádom a tartalmait, és Fémlebben találkoztunk először a Fémleb mesterkurzuson. Ott beszélgettünk, meg cseréltünk eszmét videózásnak mindenféle technikai és egyéb háttereiről. Kapott is tőlem valamit, ami szerintem nagyon nagy segítséget jelent neki a videózásban, és azt el is ismerte, hogy ez valóban így van, aminek nagyon-nagyon örülök, mert innentől kezdve valószínűleg még több és még jobb videókat fog tudni nektek, illetve nekem is készíteni. Úgyhogy ezért is kaptam tőle most egy ajándékcsomagot, de nagyon-nagyon meglepett ennek ellenére. Most úgy teszek, mintha nem tudnám, hogy mi van benne. De egyrészt megkaptam a Mentő Expedíciót, ami a Marsi című filmnek az alapját képezte. Hát nem egy mai könyv, meg nem egy mai film nyilván. A filmet nagyon szerettem, és ezt a könyvet még nem olvastam, úgyhogy ennek neki fogok esni.
Mi a másik? Az Artemis, azt igen. Úgyhogy ugyanettől a szerzőtől. Úgyhogy igen, ez bekerül majd abba a sorba, amit szépen folyamatosan halmozok itt fel az idén, hogy mi mindent kell elolvasnom. Bár a belőle készült filmet valószínűleg láttad, ez így van. De ha nem, akkor elmondom, hogy egy botanikus űrhajósról szól, aki a Marson ragadt és egyedül próbált túlélni. Szóval lényegében ez nem más, mint egy krumpli termesztői kézikönyv, hogyha láttátok a filmet, akkor értitek, ha nem, akkor nézzétek meg. Van még a csomagban egy tea, méghozzá egy Earl Grey Blue Flower, mihelyt kifogy a jelenlegi teám, ennek is neki fogok esni. Illata nagyon jó. Jó lett volna ezt a videót ott helyben felvenni, és akkor sokkal autentikusabban láttátok volna, hogy mennyire meghatott a dolog, de így is nagyon meghatott. Köszönöm szépen, Csenge. Iratkozzatok fel a csatornájára, meg előtte az enyémre. És akkor most következzen az új Canon kicsomagolása. Valamennyire már kibontottam legalább azt, hogy megnézem, hogy minden benne van-e, amit a kittel kapcsolatban írtak, hogy benne kell lennie. Ugyanis ez nem csak maga a kamera, hanem vannak benne egyéb dolgok is, amik egy vlogoláshoz vagy kisebb videós tartalomgyártáshoz elengedhetetlenül szükségesek. Ami nagyon tetszik még, mielőtt kiemelem a kamerát, hogy nincsen tele szórva ezekkel a kis hungarocell vízbaszokkal. Mondjuk egy kicsit aggasztó, hogy elég lazán lötyögnek a dobozban, úgyhogy nem tudom, hogy amíg Kínából vagy valahonnan ideértek a konténerben, addig hányszor lökődtek oda-vissza, de remélhetőleg ezek már jobban be vannak csomagolva. Benne van a kamera, a kamera vászhoz tartozik egy objektív is, direkt úgy rendeltem, hogyha tényleg mind a két kamerát használni kellene, akkor ne az legyen, hogy oda-vissza kelljen pakolni objektíveket, mert hogy nyilván anélkül nem ér semmit az egész. Van egy Integral Ultima, vagy nem tudom, soha nem hallottam ezt a márkát, egy ilyen SD kártya, hát valószínűleg nem erre fogom rábízni az életemet, de van hozzá egy 32 GB-os SD kártya, hogyha egy ilyen kitet rendelnétek, akkor szerintem vegyetek egy normális, megbízható SD kártyát is. Sokszor fülöttem már be azzal, hogy elszállt az anyagom. Ami nagyon-nagyon jó, hogy van hozzá egy mikrofon, ami remélhetőleg megfelelően kompatibilis lesz a kamerával, ugyanis a régi kamerával van olyan problémám, hogy bizonyos mikrofonok időnként kicsúsznak a jack dugónak a foglalatából, mert úgy van kialakítva ott az a kis öböl, úgyhogy ez nem túl szerencsés. Az mindenképpen jó, hogy egy ilyen picike mikrofonról van szó, ezáltal kompaktá válik a kamera, könnyen lehet hurcolni ide-oda, most egy viszonylag nagy puska mikrofont használok. Nyilván van ennek hátránya is, de szerintem arra a célra, amire használni szeretném, meg fog felelni. Illetve vannak ezen kívül más mikrofonjaim is, a projektnek megfelelően fogom majd ezeket használni. És ami még nagyon jó, hogy van hozzá egy állvány is, azt hiszem, hogy hívják ezt Gorillapod, igen. Gorillapod a neve, ezek a hajtogatható, mindenféle irányba tekergethető állványok. Én nem régóta használok ilyet, és nagyon bejött, de hogyha két kamera kell, akkor nyilván a másikat is rögzíteni kell valamire, tehát tök jó, hogy van benne extra állvány. Ráadásul most a Canonnak volt valami akciója, hogy visszafizetnek valami 30 000 forintot a vételárból, ha X időn belül regisztrálom, remélem még benne vagyok, úgyhogy ja, ez tök jó. Na nézzük egyesével ezeket a darabkákat. Hát kezdem az állványjal, mert az állvány az pont ugyanilyen, rá lehet fogadni a kamerát, és mindenféle irányba tudod tekergetni, illetve fel tudod rögzíteni különböző tereptárgyakra, hogyha nincsen egy nagyobb állványod, amire fel tudnád rakni a dolgokat, vagy azt nem szeretnéd hurcolászni. Nagyon sokáig nem akartam pénzt kiadni egy ilyenért, de rájöttem, hogy egy tök jó, hasznos alternatívája annak a kis statívnak, amit eddig használtam, de azért gondoljátok át alaposan azt, hogy van-e szükségetek egy ilyenre, tényleg ki tudnátok-e használni, mert csak azért egy terméket megvásárolni, hogy legyen, vagy megspórolj vele egy-két percet, ha egyébként nem üzemszerűen használod azt az adott tárgyat, nem biztos, hogy meg kell venni egy új kütyűt. Na mindegy. Nézzük a mikrofont, és utána rátérünk a kamerára. Látszik, hogy milyen profi unboxer vagyok, mert hogy nincs kéznél semmi, amivel ki lehetne vágni a dolgokat. Milyen jó, hogy van egy szikém, amiben per pillanat nincsen él, úgyhogy megpróbálom ezzel a végével felhasítani.
Fémvonalzó. Ez a puska, ezzel szemben az, amit jelenleg használok, az körülbelül ekkora. Ezt kell majd rögzíteni a kamerára, gondolom ennek a bilincsnek a segítségével. Vicces lenne, ha ezt most így elsőre törném el. Szóval ez ül majd rá a kamerának a tetejére, illetve van hozzá egy ilyen nagy szörmúk, ez a szélfogó, ami nagyon hasznos tud lenni, különösen akkor, hogyha odakint erősen fúj a szél. Azért hívják szélfogónak. De. És van hozzá egy ilyen jack kábel, az egyik vége megy a mikrofonba, a másik pedig a kamerába. És ahogy elnézem, és ugyanezzel van problémám a másik kamerámnál, mert hogyha megnézitek, a Rode mikrofonoknak, az újabbaknak ilyen jó széles ez a műanyag része, és ez az, ami ráül a kamerán kialakított mélyedésnek a szélére, úgyhogy ettől szokott időnként kicsúszni. Remélem, hogy ebben a kamerában nem lesz ilyen probléma. Ez az, amiről review-ban soha nem látok semmilyen kommentet, úgyhogy lehet, hogy csak az enyém egy ilyen selejtes darab, bár erősen kétlem. Igen, nézzük a kamerát, használati utasítás, hogyan fényképez, hogyan kapcsolt be először, stb. Szerintem ettől eltekinthetünk. Van hozzá... Mi ez? Nyakpánt? Mindig elhagyom a nyakpántjaimat, mert felvétel közben zavar, utána lerakom valahova, és nincsenek pántjaim. Néha meg tök jó lenne azzal ordani a kamerát. Igen, itt van az objektív, erre vigyázunk. Vicceltem. Itt van egy töltő, nyilván ki kell majd csomagolni. Itt azért már van benne több műanyag hulladék, de valamit valamiért, tehát ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni az eszközeinknek az épségét szállítás közben, lehet, hogy nem árt azért becsomagolni őket, bár mondjuk ezt a aksi töltőt, ezt lehet, hogy simán is bele lehetett volna tenni a dobozba. Az előző nekem jobban tetszett, várjatok? Nekem jobban tetszik ez a szögletes, letisztultabb forma, annak ellenére, hogy ez azért már eléggé viharvert. Na mindegy, ez ízlés dolga, a lényeg, hogy tölti az aksit. Ups. Ami itt is található, egy kis akkumulátor, ami 875 mAh, ez kevés, ez 1000 valamennyi, ami ebben van, most nem tudom fejből, de ilyen kis szart adnak hozzá. Nekem pont ez tetszett, hogy jó sokáig bírja. Biztos, hogy megved majd a drágább aksit a upgrade-ért. Gyerekek, az egyik ok, amiért ezt a kamerát vettem, vagyis nem ezt, hanem ezt az újat, az, hogy csereszabatosak legyenek a különböző dolgok. Az objektívek azok nyilván azok, van jó pár olyan objektívem, amit szeretnék használni majd az új kamerán is, de az egyik ötletem az volt, hogy milyen jó, hogy elég egy köteg aksit elvinni magammal, és azokat töltögetni, és azt fel tudom használni, de ez nem ugyanolyan aksi. Ez álmomban nem fordult meg a fejemben, hogy ennek utána nézzek. Az van, hogy a két kamera... Ja, igen. Itt a kamera. Töltőkábel. Az van, hogy ez a két kamera... Hogy soha nem értettem akkor sem, amikor a review-kat néztem. Hogy a két kamera szinte teljesen megegyezik fizikai dimenzióiban. Mondjuk az M6-os az ilyen jobb érzésű kivitel, de ezt mondták mások is, hogy ez inkább egy ilyen eldobható műanyag kamerának érződik, de tele van nagyon-nagyon hasznos tulajdonságokkal, és tényleg annyira pozitív volt szinte minden review, amit erről olvastam, hogy nagyon-nagyon bátran megvettem. És nem hiszem, hogy csalódni fogok benne, tehát hogy most ne ezt olvassátok ki belőle, de hogy tényleg szinte minden dimenziójában megegyezik a két kamera, vagy nagyon-nagyon hasonlóak. És az egyikben egy kisebb aksi megy. Jó, lehet, hogy az egyiknek jobb az energiahatékonysága, és emiatt elég bele a kisebb aksi is ugyanolyan teljesítmény mellett, vagy ugyanolyan performance mellett, nem fizikai értelemben, vagy teljesítmény mellett, de
Nem tudom, na mindegy, ezt megnézzük. Viszont amiért ez a kamera biztos, hogy nagyon-nagyon jó, és sokat szívtam a másikkal, az az, hogy ennek kihajtható a kijelzője, mert hogy a másik kamerának felfelé hajlik a kijelzője, tehát egy mikrofont már nem tudok ide felrakni, mert akkor lényegében nem lenne control monitorom, amin tudom követni az eseményeket. Ennek viszont itt oldalt nyílik ki, de fogadjunk, Canon mérnökök, fogadjunk, hogy a mikrofon itt is ezen az oldalon van, tehát ez úgy fog kinézni, hogy amikor összedugom a mikrofont a kamerával, akkor ez a kábel itt fog nekem belúgni. Nem túl zavaró, de miért nem lehetett volna erre az oldalra rakni? Előfordulhat az a változat is, hogy a HDMI kábelt akkor használja az ember, miközben a képernyőt nézi, de ez szerintem sokkal, de sokkal gyakoribb megoldás. Szerintem ezt a kettőt fel lehetett volna cserélni, de ettől függetlenül ezt a kamerát megpakolták olyan képességekkel, amiről a régi EOS M6-osom álmodni nem mert volna annak idején, és olyan képességekkel, amiket bőven ki fogok használni valószínűleg. Viszont az lehet, hogy ezt nem fogom kitenni olyan körülményeknek, mint a másikat, mert ez valahogy érezhetően műanyag. Nem azt mondom, lehet, hogy a polimerek ettől függetlenül sokkal, de sokkal ellenállóbbak, amiket ebben a kamerában használnak, mint mondjuk az a fényváz másikon, de valahogy úgy a megbízhatósága? Megbízhatóság érzése? Szerintem jobb az M6-oson. Egyáltalán nem mondom, hogy csalódott vagyok, de egy picit csalódott vagyok. Ettől függetlenül ez tuti, hogy egy jó kamera. Ez most nem lesz hiteles, de tényleg az. Szóval a következő hetekben ezt fogom tesztelni, mielőtt neki ugrok a projektnek, a titkos projektnek. Jó, most gyorsan összepakolok, megfogom a kutyákat, aztán indulunk együtt Miskolcra, mert hogy jön a karácsony, és azt a családommal fogom tölteni. Nektek is boldog karácsonyt kívánok, már csak azért is, mert ha úgy vesszük, ezt a kamerát tőletek kaptam, legalábbis abból a pénzből vásároltam, ami a Patreon felajánlásokból jött össze így az idők során. Azt a keretet használom arra, hogy a podcastekkel, illetve a videókkal kapcsolatos mindenféle költségeket fedezni tudjam, előfizetéseket, eszközöket, mint például ezt is, meg hasonlókat. Igen, köszönöm szépen nektek, kellemes karácsonyt, sziasztok!